Sziasztok! Ma ügyintézős napot tartok, és úgy döntöttem, hogy a cipőmet, illetve a bakancsomat azt nem én fogom megragasztani, hanem elhozom szakemberhez. Ugye ezt én már ragasztottam, de sajnos otthon nem tudunk olyan eredményt elérni, mint egy cipész például, tehát neki van már rutinja benne, hogy mennyire kell felolvasztani a ragasztót, tehát ha még elviszem a ragasztóanyagot, még akkor sem sikerül úgy, úgyhogy erre is volt már példa, hogy elkértem a know-how-t is, hogy hogyan kell ezt elkészíteni, de nem sikerült úgy összeragasztani, ahogy ő meg tudja csinálni. Most azért gondoltam, hogy készítek egy gyors kis videót erről a cipő témáról, mert van egy-két olyan dolog, amit én sem tudtam, hogy például bőrcipőt nem szabad megmosni, mielőtt elvisszük a cipészhez, mert nem fog kiszáradni. Tehát ilyenkor legalább 2 hetet kell várakozni, hogy elvihessük. Egyéb esetben nem fog megragadni rajta a ragasztó. Ez is egy ilyen furcsa és belső információ, én sem gondoltam volna, úgyhogy ez már nagyon régóta ott van a verandán ez a cipő, úgyhogy ő biztos, hogy ki van száradva. Ugye nyilvánvalóan úgy is meg fogják csiszolni, le fogják csiszolni róla az egész felületet a ragasztás előtt, és így ez nem okoz problémát, hogyha kicsit koszos. Természetesen, ha vízzel nem is, de ezzel a kefével igyekeztem azért megtisztítani. Ugyanis ezt sárban használtam legutoljára, és ide is beült sajnos a talpához, mert később vettem észre fűnyírás közben, hogy már levált a talpa, és ezért sár alatt is szennyeződött. És igyekszem mindig bekötni, amivel tönkre lehet tenni egy cipő ezt a sarok kéreg részét, azt szerintem azt, ha nem kötjük be. Tehát azt én mindig beszoktam kötni, főleg bakancsnál, ugye még inkább ajánlatos. Sajnálatos módon a szakemberek közül nagyon kevesen hajlandóak kamera elé állni, ezért készítem így előtte, és majd utána is készítek róla egy videót, és amiért legfőképpen elhoztam szakszervízbe, cipészhez, az pedig a kérge, ugye belülről. Sajnos már az is, amint látjátok, remélem látjátok, elég rendesen elkopott, és szeretném ezt a cipőt tovább használni, vagy ezt a bakancsot. Szenzációs, tehát évek óta keményen bírja a munkát. Ugye jól látszik, hogy már elkopott a talpa, és majd meglátjuk, hogy erre milyen megoldásokat talál a cipész, és lehet-e esetleg ezt is javítani. És majd arról is beszámolok, hogy mennyibe került ez a javítás, és majd azt is megnézzük, hogy hogyan sikerült. Nos, íme így néz ki a bakancsom ragasztás után, ugye mind a kettőt megragasztották, hiába csak az egyiknek volt leválva a talpa, hiszen kértem, hogy az én ragasztásomat is távolítsák el, és újra ragasszák meg. Nagyon kíváncsi leszek, ez mennyire lesz tartós, hiszen az én ragasztásom is kibírt jó néhány hónapot, de utána sajnos levált. Ez köszönhető valószínűleg annak is, hogy használtam vizes környezetben is. Sőt, azt gondolom, minden cipőnek árt, kivéve ami nem erre lett kitalálva, hogy még túracipő is bírja azt is, hogyha egy patakon átmegyünk benne. Tehát az összes cipőnek ártalmas, azt gondolom, hogyha vízben, vizes fűben, sárban használjuk őket, én legalábbis ezt tapasztaltam. Nézzük meg itt a sarok részt is, amit szintén kértem, hogy javítsanak meg, ugye így néz ki. Ez, amit most láttok benne, ez az a talpbetét, amit én használok hozzá. Javaslom, hogy ti is használjatok talpbetétet. Nekem ez nagyon bejött, ez a kis domborulatos talpbetét, mondhatom azt, hogy egy picit még masszírozza is a lábamat járás közben benne, és így néz ki ez a javítás. Tehát egy puha anyagot vartak ide fel, ragasztottak ide fel. Egyáltalán nem érezni azt, hogy itt bármi probléma is lett volna. Ugye azt az információt kaptam, hogy egy kicsit szűkít a belsején egy ilyen javítás az ilyen bakancsoknak vagy cipőknek, ezért hogyha pont passzos a lábunkra, akkor bizony előfordulhat, hogy egy kicsit szorítani fog. No, de erre is van megoldás, és most egy nagyon értékes információt fogok elárulni nektek. Ezt a trükköt én is attól a hölgytől hallottam, aki a cipőt javította. Amit használnunk kell hozzá, az a denaturálcesz, és nem fontos vennünk hozzá egy külön sprésflakont, hanem esetleg egy használt antibakteriális tisztító, vagy egy használt ablaktisztító flakonját is használhatjuk hozzá, hogyha elfogyott, akkor ebbe bele tudjuk tölteni. És a lényeg, hogy be kell fújnunk az egész cipő belsejét. És miután befújtuk a cipő belsejét denaturálcesszel, ez egy picit kitágítja, illetve lehetőséget ad arra, hogy táguljon a
cipő belseje, tehát beledugjuk a lábunkat, és elkezdünk benne járni. Hogyha nagyon szűk a cipő, akkor elképzelhető, hogy ezt kétszer-háromszor is meg kell ismételnünk ezt a folyamatot. Ez a módszer új cipőnél is működik természetesen, tehát hogyha kicsit erős a lábunk, vagy bütykös a lábunk, akkor érdemes befújni ilyen denaturált szesszel az új cipőnket, és 2-3 alkalommal is ezt megismételni, és így felhúzva a befújás után ki fog tágulni a cipőnk valószínűleg annyira, hogy már kényelmes lesz. Tekintve, hogy a denaturált szesz az gyakorlatilag etanol, tehát amit a benzinkúton is megvásárolhattok, csak az sajnos nem ennyire tiszta, mint amit így meg tudtok vásárolni tisztítószerként. Ne lepődjünk meg, hogyha ilyen hűsítő érzésünk lesz a cipő belsejében, hiszen ez a párolgó szesz, alkohol, ez ezt eredményezi, hogy hűsítő érzést okoz. A denaturált szesz nem csak a cipők tágítására alkalmas, hanem arra is, hogy kifertőtlen nyitsük vele a cipőinket. Azt viszont javaslom, hogy mielőtt befújjátok a cipőtöket vele, a belső felületén egy próbafújást alkalmazatok, nehogy feloldja esetleg a cipő belsejét vagy cipő anyagát ez az anyag. Ez főként bőrcipőknél működik, de természetesen szintetikus anyagból készült cipőknél is lehet használni, de ebben az esetben mindenképpen készítsetek egy próbafújást, egy próbát, hogy nehogy feloldja a cipő anyagát. Megmutatom a cipőpárját, és így néz ki ennek a javítása. Ugye ez a javítás itt a sarkánál, ez 2200 forintba került, míg a ragasztás, ha jól emlékszem, akkor 700 forint. Egy táskát is megjavítottunk, ami szétfeslett egy picit, és azzal együtt került, ha jól emlékszem, 3600 forintba ez a javítás, és talán a táska is 700 forint volt, tehát mondhatjuk azt, hogy körülbelül 3000 forint a cipő javítása, így, hogy a két talprész lett megragasztva, illetve itt ki lett cserélve, meg lett javítva a cipő kérge itt a belseje a saroknál. Bizony meg is kérdezte a javítást végző hölgy, hogy kérem-e a javítást ilyen áron, hiszen azért ennyit rákölteni egy cipőre, azt gondolom, hogy nem sokan költenének. Én gondolkodás nélkül vágtam rá, hogy természetesen megér, még akár ennél többet is fizetnék érte, hogyha újra visszakaphatom a bakancsomat, hiszen sok-sok éven keresztül használtam, és ráadásul benzinkúton is használtam, és bizony jól látszik, hogy a talprész az már nagyon viseltes, és nem sok van hátra neki, úgyhogy ez egy nagy hátránya ennek, hogy nem lehet javítani a talpukat ezeknek a cipőknek, de azt gondolom, hogy néhány évet még így is kihúz, és fűnyíráshoz, egyéb munkálatokhoz tudom majd használni még azt a cipőt. Döbbenetes módon ez a bakancs körülbelül 5 vagy 6 éves használatot bírt ki. Tehát anélkül, hogy javítani kellett volna, és ha jól emlékszem, akkor 25 euróért vásároltam Ausztriában ezt a bakancsot, és azóta viselem. Olyan, mint a sportcipőbe lennék, tehát tényleg minden pénzt megér, hogy megjavítassam, mert egyszerűen nem találok ilyen bakancsot, ami ennyire kényelmes lenne. Azóta is legalább 3 volt próbaként nálam, úgymond, hogy megvásároltam, aztán utána tovább is adtam a piacon, mert egyszerűen nem voltak kényelmesek, úgyhogy jó néhány ezer forintot buktam már ilyen bakancsokon próbálkozásként, de sajnos nem találtam még ehhez hasonlót sem. Próbáltam pedig a béta bakancsot is, de az is egy nagy csalódás volt. Nektek is azt javaslom, hogy hozzám hasonlóan mondjatok nemet a fogyasztói társadalomra, és igyekezzetek a jó termékeiteket, a jó használati cikkeiteket inkább megjavítatni, mint kidobni és újat vásárolni helyette. Szerintem még így is jobban megéri. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videómat is. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Ha úgy gondoljátok, másokat is érdekelhet, akkor osszátok meg másokkal is. Amennyiben szeretnétek még több ilyen videót látni, érdemes feliratkozni a csatornámra. Köszönöm szépen a figyelmet, szép napot nektek, sziasztok!